A pályán 16-14-re győzni tudtak Newcon. És ahogy látjátok, az első pályánk ismét mirás lesz. Ez a Hellrazers ellen nem okozott túl sok sikerélményt a fiúknak. De utána jön majd Cobblestone és jön majd Cash, ahol tegnap jó játékot mutattak a srácok. De reméljük, hogy a Team Spirit ellen ezúttal mirás is a mi pályánk lehet. Hiába az ellenfél választotta késkörrel. Kezdünk! Ezek eddig nagyon jól mentek, ugye 5 késkör volt itt a Starladder. Season 2 csoport körébe, és ebből négyet lehoztunk. Most is nagyon jól állunk, és így úgy tűnik, lesz. igen, maték lehozzák. Megint mi választhatunk előnyösebb oldalt. Így van, hogyha más nem is, legalábbis az első nap más nem, akkor ezt nagyon jól érezték. Reméljük, hogy most már a betársulnak majd a nyert körök száma is. Nem csak késkörökben leszünk ilyen effektívek. Természetesen CT-be kezdjük meg Mirást. Flesh egy plusz left-tel kezdi. Jó kis bint. Egy kis hányinger még a meccs előtt. Lehet, hogy nekik ez a célzó víz. Ne egy két flash -e, egy gránáttal kezd, hármuk vesz Kevlárt, Mati pedig egy smoke és egy diffuse kit. Fontos amúgy, hogy legyen egy hatástanító szett is, ugye? Hiszen ha már csak át tud zárni, de ne isten meghalna azon a szájton, ahol ugye a bomba le van rakva, akkor is a csapatársának már sokkal könnyebb a helyzet, hiszen hogyha sikerül megölni az összes ellenfél játékost, akkor egy uh, hatástanító szette azért sok időt nyerhetnek. Egyértelműen ákör flesék már zárnak is át, sőt már négy ember ott van állt, flash pedig kötőből fog érkezni. Um, tőle meg lehet az info, hogy közön senki nincsen. Oldi már kitolt a CT-t, agresszívan kimennek, de nejnek annyira jó pozíciója van, kifejel egy embert, egyet pedig nullára lő, emberelőnyben vagyunk, és hát uh. Color nagyon szép fejes, és ott van még egy nullás ember, vajon meg tudja ölni? rákent uh. nem, barcode viszont végez vele, Ney megérkezik, Jézus Isten! Hely. Szintén lefejez. 4-0 ember előny. És megvan az első kör. Nagyon fontos pisztoly kört nyernek most meg a srácok. És sietetlen maga biztosan igaz, hogy Barkódnak egy hp -ja volt, de hát már csak részlet kérdés. Azt akartam mondani, hogy kiemeltük Dafkoztat, hogy ő biztos ismerős. Hát mit csinált ott? lépcsön lépcsőn és konkrétan a magaslati fölén sem tudta fregre váltani. Egyszerűen Oldalba lőtték, pedig ott volt előtte az ember, a célkeresztet rajta tartotta végig a fején, és mégsem sikerült freget szereznie. És ahogy látjátok is, egyedül kolort veszítette el a CT csapat, úgyhogy még a felszerelést is, hatástalanító esetleges gránátok vagy kevlarok is ki tudtuk menteni, ami főleg itt a második körnél komoly gazdasági előny lehet, és nem tudtak bombát tenni az ellenfél játékosai. És nagyon Én úgy nem tűnik, hogy most bánk a bánk hosszú bánk lőtávról, nézd meg, ez néz meg. Én így van, semmi esélyük nincsen szerencsére. <laughs> Pedig Flash megvette az autósodgánt tegnap <laughs> nyúkon, elég ö, ha nagyokat alkotott vele, és utána az interjút nem is tudtam mással kezdeni, mint hogy mi ez az autósodgán mánia nál a nyúkon, és mondta, hogy hikótól látta, kipróbálta, és működik, úgyhogy <laughs> ennyi volt a válasz, <gül> <gül> és úgy tűnik, hogy most itt, Mirázson is a jól bevált autósodgános taktikáját, használja. Nézzünk is rá flashre, természetesen B-házas védelem flashtől, ahogy az már szokásos. De igen, első körben plantoltak, mert most ott vannak az ak a kezükben, úgyhogy én néztem benne, hát én néztem be valamit. Persze, nem emlékeztem, volt. hogy kiszedte föl, nem emlékeztem, hogy kiszedte föl a bombát. De és igen, a minden bizonyja, plantoltak. A nagyon agresszív viszont Kolor jó az ki jungle megvan neki az első fregen belerőny, és ugye Cold is nagyon kevés HP rendelkezik, hát Color nagyon jó ugrónak tűnik eddig, meg lehetne neki a harmadik is. Nézzük, van az alházról az információ, viszont rakóról tudnak fregelni. Hát, Color 3K, Barkod végez Koldival, jól helyezett gránát, és végül Dafkos is elhullik. Semmit nem értek el a srácok. Flash pedig szerzett magának egy m a sörétes helyet, úgyhogy nem halt meg, le tudta váltani a fegyverét. Ez gazdaságilag hihetetlen jobb, bár mondjuk Flashnek se kílye, se halála, se asszisztja nincsen. Tehát <tosz> eddig teljesen stagnál is. Néznek, most ez komoly dupla csövű sörétest vesz megint. nem, nem válogat. Flash, Flash? nem válogat a módszerekben. Figyelj, amíg egyszer nem jön be, amíg egyszer nem alkot vele valami nagyot, addig megpróbálja hozni, és Kolhor teljesen vakon, teljesen vakon. Beszéltünk róla pont tegnap, akkor bárkodnak voltak eszméletlen sprayjei kessen, hogy Ugye az update következtében a pöttyizés és a pontozás vált hangsúlyosabbá, de úgy tűnik, hogy a fruizos srácokat ez egy csöppet sem zavarja, sprayelnek, mintha nem is történt volna meg ez a sprayeket sújtó update. De hát pisztolyok ellen, illetve felfegyverzetlen terroristák ellen, ez azért nem olyan nehéz, kolor kezéből csak kilövik a fegyvert. De, de bárkódék már közre fogják, közre fogják, nincs plant, sima 4-0, úgyhogy a nyert késkör most egyenlőre jól sül el. Flashtek <laughs> <laughs> a sörétes, hát És úgy, nem dobja el, nem dobja el ez, ez annyira fantasztikus, hogy ott van ah, a sörétes, freget még nem lőtt bőre, még nem jöttek a téktalálba de, de tényleg, te, tehát indulult. még meg se halt, tehát konkrétan semmit, semmit nem tudott semmit még azzal a sörétesre, a sörétesre csinálni Golyót nem lőtt Vagy még most, ki lehet most nézd meg jönnek egy B-t a srácok, talán egy kerítős B lehet, ugye kimennek közre, és AVP-vel a bomba el van dobva kezdőn, viszont a fel egyáltalán nem mozognak, kettő B-hez, kettő köz, egy pedig majd most fogja utánuk hozni a bombát, ő esetleg egy terelőgránátot bedobhatott ára, de annak túl nagy jelentősége nem lehetett. Nézzük, hogy... Na, hát flashnek, flashnek megint nem jut túl sok. Hát, amúgy hát, ha, beindulnak felé, de nem. Mert én, én egy kerítős B-t Na, uh, na, figyelj! elképzelni, ugye? Igen, tehát itt jön a, így van, jön a kötő-smoke, jön a jungle molotov, visszapattintják, hogy ne tudja előni rövidet, megvan a rövid, teljes kontroll, be fognak jönni röviden, nézzük, hogy barcode mit tud hozzátenni, nagyon jó a molotov, de kilövik, viszont bent égnek a srácok és flash! Nem sikerül, kilövik ablakból. Kolor érkezik le a házból, hiába volt a push, viszont nehogy belefusson, nehogy belefusson softikba. Nagyon jól számít Kolor az emberre, 3-4-re, bomba még nincs lerakva, majd most kerül le alapra, a házban nagyon jól lehet a védeni, viszont rövidről teljesen halott dolog, tehát borzasztó rossz, hogyha rövidre kiszorulnak a ték, ami nekünk ugye jó, 4 0 állásnál vissza kéne foglalni. Biztos, hogy meg fogják próbálni a srácok, hiszen annyi pénzünk van, annyi csak nem szégyellünk, viszont ne, nem számít. Dafkosztra, a lépcsős szobára várt volna, Kolor pedig azt mondja, hogy fölöslegesen nem dobja el ezt a gyönyörű Dragon Lord, inkább kimenti. Tapkost pedig a hatodik érzékkel ezt megérzi, és már el is kezdnek kivonulni a srácok, sőt, még talán egy kicsit pussolnak is, hogy esetleg előjének egy-két mentendő fegyvert, de ugye ők azért nem vállalhatják túlságosan túl magukat, hiszen ilyen 800, 900, 200 dollárokkal hát elég sovány lenne a következő körben a vásárlás, még mi rendkívül jól, Color egyedül az, akinek 3000 dollárja van csak, de hát könyörgöm neki azért, 7-2-ben csapat elsőként biztos, hogy jut, mit a tejbe aprítani, többiek pedig 6000-9000-8000 dollárokkal álltak, úgyhogy teljes szettet tudunk természetesen vásárolni. Nej bevállalja a famaszt, mindenki másnál pedig M4, kivéve Kolort, aki ugye AVP-zik ebben a körben is. Megvan tehát a Team Spirit első köre, és nagyon értékes fegyvereket tarthattak, meg megbárkodott, most beáldoztuk arra, hogy Duffkosztot Kolor kiszedje, egy az egyes csere, ami alap esetben a terroroknak lenne jó, de ha azt nézzük, hogy Duffkoszt kezéből az AVP-t kiszedtük, és ő a csapat első számú vp akkor ez a csere még akár jól is röhet, hát bárkodér azért kár lesz, hiszen hihetetlenül skilles player ezt tegnap meg is mutatta, volt olyan, amikor 15 frag belőtte magát kessen, utána következett flash és ney egyaránt 5-5-tel, tehát képzelheted, hogy mit alkotott egyes egyedül bárkód. De úgy tűnik, hogy Szotfik is jól kezeli a VP-t, hiszen felveszi a Davkoszt által elhullajtott mesterlövész puskát, és kiszedi moziból kolort, úgyhogy most már ember előny a terroristáknál. Jó lenne egy válasz freget szerezni, de nagyon későn érkezik Nejtől, előtte már Mati meghalt, na most Flash talán egyenlíti a létszámot, így is van. Ne és Flash maradnak ketten, de vajon hol vannak a terrorok? Ez a nagy kérdés, Dima az, aki mozi előtt van, és elmúlik a smoke, úgyhogy neki is ki kell lassan innen vonulnia, hiszen nem maradhat ennyire védtelenül. Ne és Flash azonban nem néznek ki. c még nem láttak, de ez a kettő a kettő elleni szituáció még bőven hozható. Ott vannak a csipeszek, kevlárok is vannak, sőt, flashnél még egy smoke is, ha esetleg valamilyen uh, elvetemült nincsára szeretne ráállni, és elindulnak A felé, de szerencsére meggondolja magát Flash, és inkább b nézi, és hallja, hogy jönnek a gránátok, úgyhogy infoza szerintem Neynek, aki felvett már a FAMASZ helyett egy alkát De egyenlőre azonban nem mutatják magukat a terroristáknak. Nézzük Flash szemszögéből, Mit is láthatunk? Ellépte, ma ellépte, magát a terror csapat, és plantolják a bombát, el tudja lőni a kezéből Flash. Nagyon jó volt az érkezés, és ne is megjön moziból. Kettő a kettő ellen, tiszta szituációt hoznak, HP-t sem veszítenek a frujcos srácok, és ezzel nyerték buktákba, kényszerítik a Team Spiritet úgy, hogy nem tudtak plantolni most az előző bukott körben. Ennek megfelelően nézd a pénzeket, hárman is 2800 környékén, ami csak egy pénzkiegyenlítő vásárlást jelent. Lássuk, hogy kicsit dupla vagy semmit választott, hiszen uh, ugye olyan helyre bújtva, be, hogyha benéznek és akár hátba is lőhetik, akkor könnyen meghaltott volna, viszont rendkívül higgadtan kezelte a helyzetet, nagyon jó döntés volt, és hát igazából tálcán kínálta fel a második fraget a csapattársának, aki ugye átzárt utána. Erre szokta a, a... metmec barátom azt mondani, hogy game sense easy. Igen. <laughs> Na, úgyhogy igen, nagyon-nagyon jó, nagyon szépen csinált a flash, hát igen, ez, ez, a rutin. Ebből kéne minél többet szerezni, és akkor nagyobb eredményeket is a magyarok, de Koldi közben egy jó Jézusom. és hatalmas és ne, ne, ne folytassátok, Dima kifejeli Kolort, dupla ember hogy de még azért fegyverekkel talán jobban állunk, de ez már csak bemagyarázás, két fegyver is van már, hát Dima, megvadult ebben a körben, tek 9, aztán AVP, Flash Tudja, hogy egészen biztos benne, hogy valakit konyhában le fogja várni, jól is érzi, inkább elvalókod CT-re. De megint az van, hogy igazából akár meg is próbálhatnánk. barcode 3900-a van, Kolornak 3600-a van, még Flashnek is van 2050-e. Akár meg is lehetne próbálni, pláne úgy, hogy bomba prant nincs, és ugye Cold nagyon kevés HP-val rendelkezik. Illetve tudják azt, hogy mindenkinek nem lehet fegyvere. Nézzük, megpróbálják a ct t kerül le a bomba az lekerült, viszont megvannak a feregek is, ennyi, hát Dimai Spirit kiesett, nagyon kevés HP és Dafkoszt meghal, kötőbe bele fog jönni Kibáken, akinek amúgy ki van rakva a bomba, és el is lövi flashit, ajajaj, viszont Matinak jobb a helyzete, kidob egy molotovot, azzal lassítja Kibáken, és ugye a és hallotta? Ah, Mati hallott, hogy feljött, nagyon jó helyzetfelismerés, biztos volt benne, hogy átjött kibáken a molotovon, akkor túl sok hp -ja nincs. Rutinosan átvált pisztolyra, ahogy azt nagyok, és le is pötyögtette, azt elveszett a bombát. hot 1 egy, hát egyelőre nem úgy néz ki, hogy komolyabb falat lenne a Fruitsnak ez a Team Spirit. Hát figyelj, ezt a 2 négyet azért öregettem egy pár évet, mire lehozták. Matiék, De nagyon szépen csinálták. Azt arra akartam csak felhívni egyébként a figyelmet, hogy azok a Desert Eagle fejesek nézzek, hogy hol találták a játékosainkat ugye. Kilépett palotából azt hiszem Dima volt az, és el tudta lőni a jungle, illetve átkötő között ott kóri uh, kóricáló játékosunkat. Tehát ennél akár echo, akár force, akár full fegyveres setup, ennél azért sokkal óvatosabbnak kell lenniük szerintem a folytatásba a CT-knek. Nem szabad ilyen tiszta célpontot hagyniuk magukon, hogy uh, a fedezékek között a match, vagyis hát a kör ezen szakaszában ilyen védtelenül rohangálnak. Tehát Keresniük kell a fedezékeket, védekező oldalon vagyunk, Nézd meg flash például. Tehát B rövidről nem láthatják meg, ő lesz az, aki előbb meglátja a terroristát. Neynél ugyanez, oké, okay, most bevakul, de így is el tudja lőni, Aj, és kolor szépen, kisegíti. Na látod, ez az. Szépen. Fedezékbe vagyunk, levédjük a pozíciókat, és utána jönnek a fregek. Na ha ezt csináltuk volna például az előző, euh, anti körben, mert hát azért csak, csak vettek desert valamit azért vásároltak, glokkal nem sült volna az egy golyós, tehát ebbe a Anti-Force körbe is, ha valami hasonlót csináltunk volna, sokkal könnyebben összejött volna. Nézd meg, könnyű fregek, teljesen védett pozíciók, és embert sem veszítünk, amikor megvan a 7-1. Közeledhet a nemzeti 8-1, és már is egy póz Szotfiktól. Ők is érzik, hogy valami nem okés. Valami nem okés. Bajban vannak a sácok. De ez nekünk nagyon jó. Ez nekünk nagyon jó, hiszen a rövid felvezetőben már említettük a csoport állását, hogyha megnézzük. A Hellraisers 6 ponttal áll, minket is legyőzött ugye 2-0-ra, illetve elkapta a Spiritet a Hellraisers az utolsó fordulóba a gambit játszanak. Ez azért nagyon fontos, mert a Gambit viszont nulla pontos. Tehát tegyük fel, hogy a Hellraisers nyer, akkor ők, marna, ők felmennek 9 pontra, a Gambit marad nullán. Tegyük föl, hogy a Gambit nyer, akkor ők is csak három pontra jönnek föl, a Harry's pedig marad haton. Na már most a Team Spirit-nek és a Fruitsnak is egyelent három pontja van, tehát aki nyer, az biztosan 6 pontos lesz, és mindegy, hogy a 6 pontos hellraisers vagy a 9 pontos hellraisers jut kéz a kézben tovább, hiszen a Hellraisers ezzel a 6 pontjával és a csoport tekintve biztos továbbjutó. Az első második helyre most a kör arányok számítagatása miatt nem menjünk bele, de a az már biztos továbbító. A másik továbbító pedig az lesz, aki a Fruits Team Spirit mérkőzést itt most megnyeri ebbe a Best of 3-be, és esélye marad arra, hogy csatlakozzon a többi európai csapat mellé, akik még versenyben vannak a 300 ezer dolláros özdiazású Starladder I League második szezonjának össznyereményért, ahol a fődíj pedig 130 ezer dollár. Úgyhogy komoly a tét, komoly a tét, de egyenlőre a Fruits úgy néz ki, hogy elbírja ezt a terhet. Ezzel a 7 1 igazolják klasszisukat, és azt is, hogy milyen zseniális beugrót találtak erre. Kolor már tegnap is a csapat egyik legjobbja volt és most is látod, 10 freggel és két asziszttal, azt hiszem megint kiemelkedő talkot. Jön a Force, pisztolyokat vásárolnak a Team Spiritesek, de ez nem szabad, hogy megállítsa a frucosokat. Egy kicsit okosabban, egy kicsit higgadtabban, jobban a pozíciók mögé rejtőzve kell várni a terrorokat, pont úgy, mint az előző körben, és akkor embert sem veszítve le lehet hozni ugyanezt a kört, és akkor már biztos megnyerjük az oldalt. Kérdem én, Color, Biztos, hogy sokáig fogja magán viselni ezt az ugró nevű, vagy ezt az ugró helyezést, hogyha ennyire jól játszik és tényleg ennyire jól megy a srácokkal, ekkora szinkron alakult ki. Egy-két nap leforgása alatt. Ez mindig, érde, akkor... ez mindig érdekes kérdés, ugye pont beszéltük tegnap is, hogy Alexrat személyében irányítót vesztett, de Color személyében main avp st nyer a Fruits. Egyenlőre igen, csak beugróként. Flashtől is megkérdeztük az interjúba. azt mondta, hogy Color csak ugró, nem tudják egyenlőre még ki lesz az ötödik. Gabival is beszéltem, Gabessonnal, ő is azt mondta, hogy Kolor csak ugrik. Nem tudhatjuk persze, mi megy a háttérbe, de én ez alapján, a két vélemény alapján úgy gondolom, hogy Kolor tényleg csak a magyar bajtársiasság fejében segít a srácoknak, hogy minél jobb eredményt érjenek el. Ez persze nem jelenti azt, hogy későbbiekben ne alakulhatna úgy, hogy ő lesz az ötödik, de egyenlőre tényleg csak a beugró poszt, az övé, itt a Fruitsnál nevében is viseli, ugye, továbbra is a Cségó Ec feliratot, tehát még az sincs, hogy esetleg amikor a játszik, kiveszi a nevéből, tudod. nem, ott van a nevében Cségó Ec, ez az egységes vélemény, hogy Color Ugró, de szerintem örüljünk neki, hogy így alakult. Mert ez is egyfajta összefogás a közös sikerért a két csapat meghozta ezt a döntést, hogy Color most flashékkel játszik, és nézzeg, milyen szép eredményeket értek el. Nem azt mondom, hogy The Farmer rossz volt, hiszen ő is jól szerepelt a Hellraiser ellen, de tény, ami tény, Colorra eddig egyből egy, és most is nagyon jól állunk, amiről beszéltünk, megvan az a bizonyos nyolcadik kör, nemzeti 8-1, az oldalt már biztosan nyertük, amikor újra egy teljes setup a Team Spiritnél. Így van, megvan ez a fantasztikus Nóc egy, bár ez mondjuk eléggé sovanyú emlék, ugye, az eredeti. <laughs> nem baj, nem baj, nem baj. De, de, amíg nekünk áll itt az ászló, addig nem baj, hogy ezt emlegetjük. Nagyon jók a válaszok. Kijön egy smoke kötőbe, dobunk elé egy molotovot. Lassítva ezzel Team Spiritet, illetve ugye visszatartva a De lassultak egy kicsit, hiszen eddig ezek a gyors megpróbálunk bejutni hirtelen köröktem működtek. Most megint egy ákerítős, lehetne akár már lépcsőszobába is feljutott egy ember, kötőből is érkezik egy terror, illetve kettő rámpáról. Kérdés, hogy fessék, mikor kapják meg a megfelelő információt és barkód, hogy bizony zárni kéne át, illetve hogy barkód lesz elég szemfüles arra, hogy röviden kilője az emberét. Nézzük, Color nem tud elég gyorsan visszarántani, ne tudja javítani az állást. Viszont ember előjű. mindig a Team Spiritnél, nagyon jön be az A, flashi. Végez Dimál, valaki el tudta vinni barkodot ugye erre hívtam fel a kb. 35 perc ezelőtt a figyelmet, hogy ebből baj lehet, hiszen az átzáró játékosok nem biztos, hogy számítanak arra egy full a körnél, hogy esetleg röviden ott van valaki. Hát sajnos nem is vártak rá, de úgy gondolom, hogy nem lesz veszélyben a haza, hogyha most ezt az egykört elbukjuk, flash, még Coldit el is lövi, még egy AK elveszik a terroroktól, akik azért nem állnak olyan túl fényesen pénzügyileg, nem mint hogyha mi annyira tágra engedhetnénk a nadrágot. Nézzük, hogy lesi ki fogja hozni, a terrorok pedig különösebben nem próbálják meg őt levadászni. Hát rossz emlékük lehet a tegnapi napról, emlékezhetünk. Hát igen, a közvetítés igen. elején említettük Kolornak azt a csodás mentését, amikor a Gambit ellen, a Major negyed döntős Gambit ellen egy 1v4 mentést megcsinált Cobblestone-on, két irányból jött, két-két terrorista és kettőt a pisztollyal, kettőt pedig AVP-vel szépen lecsippentett, és az a kimentett AVP a következő körös full ekót lehozta. Ugye volt két AVP kill, egy kolortól, egy pedig a halála után Matitól, jött mellé egy gránát kill még kolortól, és ne duplája pisztollyal Ez milyen agresszív kört igen, ne arra úgy hogy csak nem, nagyon valóban. az a kör. Egy moziban védett, viszont ő már lejött kötőbe, kettő fenn van már majdnem top minden, és ott van a bomba is, tehát nagyon hamar információt szerezhetnénk erről. Mati nagyon közel, megvan neki Dima, Softiknak vissza kell húzódjon, akkor is tud fregelni, kibáken ki kiesik. A bombát szerintem nem láttuk meg, viszont Koldi bejön ára, nejt, kilövi, és Dafkoszt Ajá, jó a házból bejöttek ki és egyeltették azt, amit közben megszereztünk előnyt. 3 a 3 -ra is kiszorultunk áról, Dafkoszt már le tudott menni CT-re. Így már egy kicsit bajos lehet, Flash vajon számít -e rá? Nem számít rá. Nagyon gyorsan akart befutni, le fog kerülni a bomba. Egyes dobozhoz, azt még nagyon átúrni se tudjuk. Matiék jól fordulnak -e a Flashből. Nagyon jól látta meg pont Flash előtt ember emberelőnyben lennénk, de hát nem vagyunk, mert Flash meghalt, úgyhogy 2-2. Ingyában rejtőzik szoftig, aki Motira lőhetne akár egy egyhitet is, de nem találja el, aztán végül mégiscsak beadja neki, nézzük Barkold, felugrik Softig a dobozra és barkód is ellövi, nem tudott elég gyorsan oda rántani. nagyon jól csinálták megint a Team Spiritesek és nem ijedtek meg attól, hogy kettes ember hátrányba kerültek, hiszen a két átámadó nagyon jól olvasta azt, hogy nincsenek CT-k ugye árakon, kimentek közre, feltűnt az nyilván a T játékosoknak, hogy három ember van közön, vagyis hát legalábbis kettő van top minden, egy ugye pedig kötőben, nyilván A így rendkívül meggyengült, be is tudtak jönni egy frag rámpáról jött, egy frag alházból jött, bementek ára, és onnantól igazából már csak idő volt, hiszen le kellett rakni a bombát, illetve ugye meg kellett védeni a rakót, ami így nem volt nehéz, végképp ugye az, hogy flash sajnos Dafkos meg tudta ölni ct -n. Ettől függetlenül nem voltam úgy rossz elképzelés a fruits az eleje nagyon jó volt, aztán ugye nem számítottak arra, hogy a Team Spiritesek attól függetlenül még mindig megpróbálják három emberrel kivitelezni az ákerítőskört, sajnos meg tudták csinálni, de 8-3-nál szerintem ezt még elengedhetjük. Végképp annak fejében, hogy mindenkinél ugye rendesen van vásárlás, kivéve ne, aki egy makéttel játszik. De hát a túloldalon is hiába a nyert kör, ott van azért egy Galil Dimánál, nem hogyha az annyira borzasztóan gyenge fegyver lenne. Na de nézzük a 12. körben mit csinálnak a srácok. Flashnek van egy nagyon jó smokja. És ezután most Famas-szal jön nem az autosznipert, vagy autosznipert? Auto t vette, de szerintem auto snipert is lehet látunk tőle a jövőbe. Ki tudja még milyen aljasságokra képes flash. Egyenlőre tehát egy famasszal jön a poflash, és benéz, és meglátott valakit, valamint jön a moló alá, úgyhogy tudja is infózni a társaknak, Szotfik azonban kilövi a patkányból érkező Matit, és Flash most ráfázik erre a pozícióra, hiszen Dima hátba tudja lőni, könnyű szerrel szerzett frag, sőt Dima folytatja, bárkodót is ellövi, Kolor AVP-je pedig nagyon úgy tűnik, hogy a mentés sorsára jut majd. Még lesekerült került a C4, amikor már hátrálnak, így pedig már, hogy ketyeg a 40 másodperc. Egyértelmű a döntés, 5 a kettőbe. be Hát 6 1 hoztunk egy hasonló 4 v szituációt, de akkor pisztolyok ellen és kevlárok nélkül volt akkor a Spirit. Mati és Flash azt lehozta a color, és ne inkább a kevlarok, illetve a fegyverek mentésére szavaz az oldalt már megnyertük, de azért nem ártana legalább még egy, vagy inkább két kört feltenni a táblára. Persze tudom, hogy Mirás a Team Spirit választása, de mennyivel jobb lenne már az elején elvenni a mapjukat, és nyugodtabban a második, illetve a harmadik esetleges pályára koncentrálni. Valószínűleg persze a Team Spirit is pontosan erre törekszik, hiszen ahogy azt már említettük, aki nyer, tovább jut, aki veszít, az pedig kiesik, pofon egyszerű a képlet, és igazából a Hellraisers Gambit mérkőzésnek sem lesz komolyabb tétje, a Gambit már nem juthat tovább, a Hellraisers pedig sehogy sem eshet ki. Talán csak a csoport győzelem alapján lehet kérdés, hogy ha a Hellraisers nyere, vagy esetleg 6 ponttal is pont egyenlőséggel számolgatni kelljen. A kimentett AVP mellé csak pisztolyok, CT oldalon. Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a Team Spirit ötödik körét is megszerzi. Hogyha ezt az anti-echo kört jól tudják megjátszani. De Mati villám gyorsan megérkezik, ellövi a bombát is lő magának egy alkát. Lehet jönni a többieknek és megfordul oly, Mati! Oly. Nagyon szép munkát végzett Mati, hiába két emberrel végzett. Nézd meg Dima. Nem számít Barkodra! Oj, de Barkod miért nem tudtad hátba ülni? Pedig ez nagyon kellett volna ez a frag. Mati mennyire, mennyire, jó, fontos fregetlőt, meg volt neki az info, a srácok már készülhetnek, nézd meg, már hátulról érkezik egy ember téről, nej, kolor rövidről, flashy házból, három, három, irányból tudjuk támadni a téket, kolor, hogyha el tudnál lőni Dimát, nagyon-nagyon jó lenne, 7 HP van kolor, lehet, hogy nem fog vissza, de visszanézve, próbálják, nem, nem, nem. Hát a, a többiek megpróbálhatják, de hát Kolor, inkább, kolor úgy, úgy gondolja, de, hogy ő megtartja. De én úgy nézem, hogy a többiek is maximum exit fragekre fognak játszani. Flash nézzük, hogy tud-e valamit alapítani. Na jó, egy frag megvan neki, koldik, lefejeli. Nem baj, nem volt ez rossz. Nem de olyan kár érte, olyan kár azt látja, hogy 22 és 24. És ilyenkor Igen. tudod, hogy Neynél ott van az alkát, tényleg oké, okay, hogy Kevlar van rajta, de egy testlövés, sőt szerintem már egy kar vagy egy láblövés is páncélon keresztül megsebzi azt a 22- t amivel lehetne alkotni. És el lehetett volna ragadni azt az utolsó két életben maradt terroristát. De hát nem így történt sajnos. 8-5 teljes fegyveres setup most már a Fruitsnál, és ott van a két AVP-s felállás. Most Mati is magához ragadja a VP-t, és ahogy Matitól megszoktuk, ő valószínűleg marad án. Így is van, dobja a gránátokat, de felmegy házba. Nézzük csak meg Matit, agresszívan előre nyomja palotát, és meg lehet a találkozás, hiszen Koldi, látjuk ott falon keresztül egy kicsit balra, pont ezt a pozíciót veszi, és oldalazva érkezik Koldi. Na nézzük, Matitól meg lesz-e. A nyitófreg jön, Koldi jön. Ott a shoulder peak, és megvan Matinak a nyitófreg. Nagyon szép találat volt, lehetett érezni, hogy itt lesz először akció a körben. Matti utána pedig jó csapatjátékosként hátrébb megy, Davkoszt awp nem sül, Ney ellövi a kezéből a bombát. Tessék, nézzek, embert se veszítünk. Ennyi, ez, ez, ez nagyon nagy hiba volt, hogy Davkoszt hibázott, Ney nagyon jól használtak ki a helyzetét, de nem mint hogyha számítana, mert többi magyar is rendkívül jól teljesít. És amint mondtad, ember veszteség nélkül fogjuk valószínűleg most már egy ilyen Így is van, ne tudja azt, hogy a bombát muszáj lenne megszerezni a softiknak, ha akar volna, mint ha meg nem, úgy is menteni fog, nem fog ide jönni a forróságba. Úgyhogy le tudta várni nagyon jól, meg is van a frag, 9 5. hát a srácok bizony rá Kell készen, az utolsó, mondani. kell az utolsó kör. Így van. Belkenik megveszik, négy kala, egy AVP, de hát úgy gondolom, hogy van már olyan előnyünk mentálisan is, hogy nem fogjuk odaadni az utolsó kört, és meg lesz a 10 ös fél jön a Molotov szokás a bebiztosítja magának a helyet. Kolor nagyon jó heget dob vissza, egy icipicit megkésve, Mati pedig megint közel jön házba. Ez azért veszélyes, mert hogyha Koldi jobban píkel, és egy picit gyorsabban tud píkelni, akkor Mati akár még bajban is lehet, hiszen ezért ilyen közelről tek 9 is fáj a fej, meg hát ugye Kalával nyilván bárhonnan. De de, 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 így is van, és amint mondtam, Mati kiesik, Kolor kiesik, a ne egy kiesik, kiesik bár hogy legalább tudott egyet fregelni, közön megvan még egy ember, Softik meghal, Bárkót tudott vele végezni, 3 a 2, vissza kell foglalni a szájtot, Barkot felvesz az áklányváltást, a bomba ebben a pillanatban lekerül egy ember, CT rakó és szendvics, 3 t játékos elhelyezkedése, Flash Jungle-ből, Barkot pedig konnektorból jönne. Egyelőre Információjuk, hogy teljes kontakt nem volt, így van Coldi, de nem is tudott róla, most jön vissza CT-ről, rá fog nézni, majd valószínűleg nem, hiszen neki van rakva a bomba, neki nem kell vállalni a fészelést, Flash CT-re tart végig, megcsörgetik a bombát, meg lehetne a CT, Flash elhibázza, Coldi barkod végez vele tudja, hogy mögötte van, és Barkodnak meg lesz, amire nagyon szépen kitúrja a doboz mögül, és ezzel megvan, Barkod 4K-t lő a 15. körben, és ezzel 10-5-re hihetetlen dominanciával nyeljük az első félidőt. Hát mi ez? hogyha nem fantasztikus játék érzék. Barkod e későjt, nem szedte végig a bombát, hátrafordult, vol 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 volt még annyira a türelme, úr, és higgyétek el nekem, hogy nagyon sok az a kettő falcán, másodperc, amit amíg, hátrafordulva várt, és várt, türelmesen kivárt, hát, bejött elé Dovkoszt, letúrt a dobozonát, és leszett a bombát. Hát így játszik egy top tier játékos, és Barkod még nagyon sokra viheti, hogy ez a csapat is. 10-5-re megnyertük az első félidőt, és nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy az első pálya miénk legyen gyönyörű szép volt ez a visszafoglalás, és ahogy az utolsó pillanatban ezt Bárkód megjátszotta, megvan az öt körös elemény, hát mondtuk, hogy nagyon kell az utolsó kör, Bárkód komolyan is vette, mindent beleadott, és ezzel szállította a Fruit számára a tizedik kört. Nézzük, hogy a körök a helyükön lesznek-e. Ugye az előző pisztolykört megnyertük az előnyösebb oldalon, tulajdonképpen simán egyetlen embert veszítettünk, le tudták rakni a bombát, de úristen dafkozt. Atya úristen, két golyó hiányzik az usp jéből Két darab golyót lőtt ki dafkozt, és két fejest lőtt vele a patkányból kiérkezőkön. Gyönyörű előretolt pozíció volt, ahogy doboz mögül védte patkányt. A bomba lekerül, de ez sovány vigasz lehet. Mi is valószínűleg Pont ugyanúgy járunk majd, mint ahogy a Team Spirit járt. Lerakjuk a bombát, és a harmadik körben tudunk az AK-val vásárolni. Kérdés, hogy Mati hány embert tud előni? Na, azért kettő embert még itt a végén szépen előtt, úgyhogy egyedül Kibáken és Koldi az, aki túléli a kört. Viszont az előnyesebb oldalon a Team Spirit is behúzza ezt a nagyon fontos pisztolykört. És hát az ő szempontjukból talán ez végfontosabb fontosabb is volt, hiszen most ők vannak hátrányba, nekik kell innentől kezdve folyamatosan kapaszkodni és jönni a fruitszal, zárkózni, nehogy lemaradjanak, hiszen saját pályájukon egy tetemes hátrányt, hogyha még az előnyösebb oldalon összeszednek, akkor azt hiszem megpecsételik a sorsukat. Na nézzük, Dafkos, te ugye lőni, kolor. 12 Nem HP. Dafkos, te jó, hogy mennyire megijedhet, nézzek, hogy megvan neki a frag. hú, srácok, egyesik Andor, nyugalom van, megvan az entry. Visszanéz közül, és négy terrorista ott van az arcában. És egyből kapta, egyből kapta. És azonnal, természetesen azonnal kapta. Úgyhogy 4-4, hát nyilván nehéz lesz azért négy nagy kevlár ellen és négy fegyver ellen alakítani a kört, de hát az első lépést megtettük. És így van, ahogy mondtad, hát most már a team spiritnek kell ragaszkodni utánunk, vagy hát kapaszkodni utánunk. Ez a 10-öt, amúgy én azt mondom, hogy nem feltétlenül nagy előny. Tehát ez egy olyan ö, szám, egy olyan eredmény, ami mind a két térfélről, tér, térfélről bocsánat, elfogadható. A CT-knek nyilván azt mondják, hogy CT pálya lévén 10 kör kell. A t meg azt mondják, hogy előnytelenedik oldalon vagyunk, hozzunk öt kört, az már a pisztolykört és az utána a következő mondhatni iskola köröket ugye lefedi, és akkor utána van két körünk, hogyha még esetleg azokat is elbuknánk, amin építkezhetünk. Tehát ez a tízat ez mindenképpen egy, egy relatív elfogadható állás, még a Team Spiritnek is, de hát nyilván azért öt körös előnyből nekivágni az első fél, mégis mégiscsak biztatóbb, mint ötkörös hátrányból. Közben Mati még egy freget tudott beszúrni, illetve Dima egy nagyon minimális sebzés szenvedett el, de nyilván azért ezt a spiritesek még simán hozták. Viszont most a srácok meg fogják venni a szetteket, így is van. Nézzük, hogy AVP-t be mere vállalni valaki Kevlar nélkül. Nem, 5 AK-val fogunk támadni. 10 hétnél 3 kör előnyben, tehát ez azt jelenti, hogy ha még esetleg ne adj Isten ezt a fegyveres kört elbuknánk, és utána megint ekoznánk egyet, még akkor sem lenne egyenlő az állás, de én nagyon bízok flashékben, nézzük, hogy mit tud itt Mati kooperációjával. Megint nagyon jól csinálják a közfoglalást. Kijön egy rövid smoke, illetve egy kötőmolotov. Mozira is ki fog jönni egy smoke. De hát közt úgy nagyon érdekesen feladják a team spiritesek. Igen, ez a közfoglalás, ez egy jó, jó szó, ugye magyaroknak a honfoglalás, de ez a közfoglalás. Igen, nézze közben Dima lépcsőházból felmehet majd moziba. Érdekesen tartanak le a mi srácaink is, ney Rámpát, a rámpát, míg Flash lépcsőről tartja a házat, hogyha esetleg valaki kipussol Hát ezt a szívességet nem teszi meg nekünk a Spirit, ezek gyönyörű szépen egy vonalba helyezkednek. És Koldi az, aki egyedül kicsit előre tolt abban, hiszen palotát próbálja tartani. De a többiek hátravonta passzív védelemmel őrzik közepet is, Persze, valamint Bét azért most itt a Team Spirit nem is teheti meg, tehát a... Nem, nem, tehát ilyen köröket azért nem Persze, tőle. Persze, a, CT, a CT push az mindig dupla vagy semmi, ott vagy egy nagyon jó infót szerzel, és még lősz is jó fregeket. Hát 8-1-nél, mekkal... ugye mi is azt csináltuk, hogy felpusaltunk hát középen. Nézd, oh. ezért nem tudott hitel... Többet lőtt bele barcode -ba, mint Dimába. Hát ez <laughs> fájdalmas. Hát nyilván, jó, nyilván nem volt meg elég hamar az info, azt itt a... Flash, hogy lesz ideje letúrni Dimát. Barkot közben átvette a helyét, és most már az ő feladat, hogy bent tartsa őt lépcsőházban. Próbál szép lassan leereszkedni, kibákem végig, viszont végez Barkot, oh. és ne hátba fogják lőni a mieinket. Mati most fordul vissza, Kolor nem fog számítani Koldira, így is van, elhulik, és ebben a pillanatban Mati is meghal. Na hát most aktiválódik a legyen igazad Metmedz gomb ekózniuk kell egyet a srácoknak, és akkor utána megint megvehetik, de ugye még akkor is csak 10-9 lesz, hogyha ezt a pisztolyos kört nem nyerik meg, úgyhogy nincs veszve a haza, de hát láttuk azt, hogy a Team Spiritesek miket ránk vertek Dezivel, hát mi miért adhatnánk ugyanezt vissza. Mati bemerte vállalni, kis avopot, még Flashinél is nagy Tech 9, és p 2 a többieknél. Teljesen ütőképes szett, amúgy kolornál még egy kevlárison, hiszen pénz kiegyenlítésből teljesen jó kijött, tehát Color úgy tudta megvenni a Kevót P250, ez egy ugyanannyi pénze van, mint Nejnek. Akinél ugye csak egy P250 flash van. Mati a bombával és a Deziével ára már be is ért. Color is már rakon van, Koldi el kéne lőni, nem jó helyen túrja a smoke Kolor Color kimet rá. nagyon jó, hogy a smoke kizártuk. CT játékosokat a bombarakás megvan, nagyon jó, hogy pisztolyjal be tudtunk menni, bár ez a Team Spiritnek is kellett a hozzáállása, hiszen ők úgy védik át, hogy inkább közel engedik a T játékosokat, és akkor 5 v foglalnak vissza. Koldi közben már duplázik itt CT-ről, ki fog nézni, így is van, van neki az első ember, nej kiesik jungle-ből, aztán barcode is elhullik. Nyilván ennek a körnek az volt a lényeg, hogy lerakjuk a bombát, de amellett azért Dovkosztot és kibákent is nagyon szépen le tudtuk hitelni, illetve Koldi is kapott 26, 24 életpontnyi találatot, hogy ja, fantasztikus ez a magyar nyelv. De mondom, tehát ami fontos volt ebben a körben a bombarakás, az -e megtörtént, így égre ott lehet kolornál az AVP, nagy kevlárt is tudnál elévenni, többiek pedig AK-val mehetnek neki a körnek, barkót 911, never forget, nézzük, hogy kijönnek ki jön nekem megint közre, a bombát megint eldobják a srácok, ahova szokták, ad a T-háznak a feljáratához, és most nem jön egyelőre a közfoglaló smoke kiugrálnak. Mit doboz mögé? Smokok -ok nélkül. Nem azért egy rövid foglaló smoke kint van. Most egy mozi smoke is, tökéletes. Így kolornak már csak rövidet kell tartania. Dima viszont nem fog kijönni röviden, és boostról sincsen szó, amire kolor számít. Így teljesen már milyen a köz. Konnektorba akár is lehet indulni fölfele. Kolor tudja tartani a csapatársainak a hátát hiszen ugye az előbb abba fürödtünk bele, hogy szépen letúrtak minket hátulról, hát most ez nem történt meg, viszont nincsen bombánk, hogyha el akarunk indulni egy alkerítős körre, már pedig nagyon arra állnak fel eddig a srácok, és barkód valószínűleg lépcsőházból szintén ezt fogja támogatni, akkor a bombát valakinek utánunk kell hoznia. Nem lehet a négyes játékos, aki nej, hiszen ő rámpáról valószínűleg fel akar majd jönni áll, nem a házból, bocsánat, tehát egy ilyen alkerítős körnek nézett ki eddig, de közről visszajönnek a srácok nem volt peak, arra számítottak, hogy esetleg lesz valahol entry, ez nem történt meg. Elindulnak bére és hiába entrizi át, nej, továbbra is bére fognak menni. A esetleg arra számítanak a fruitsosok, hogy na most akkor majd biztos átzár a Team Spirit. Erről viszont sajnos szó sincs, az a két B -védő annyira magabiztosan és annyira stabilan áll a helyén. Őket kirobbantani -e, nem lehet innen Spirit, sajnos akarom mondani. Softik fregel is, Mati visszalövi, mi még mindig van ott egy ember, Mati viszont nagyon szép dupla kilőtt két B védőt, 4v2-ben le fog kerülni. Meghal Kibáken is, Moti on fire. Nézzük Dafkost 1v3-ban, teljesen lehetetlen szituációban. Oziból mit tud csinálni, hát ki fogja menteni az AVP-jét. Legalábbis megpróbálja, kérdés, hogy a srácok bevállalják azt, hogy rápussolnak és esetleg elvesztenek egy-két AK-t vagy hagyják, hogy kimentse szépen nyugalomba, és akkor ezzel 11-9-re módosítják az állást, és újra kétkörös körös differenciál be a csapatban, vagy csapatok között szerencsére, ha mi rá. Hát hosszú idő óta először hozunk kör Zsinorban négyet nyert a Team Spirit, és akartam is mondani, hogy nem véletlen, most már úgy tűnik, hogy látjuk miért választotta Mirást a Team Spirit, hiszen a CT oldalat nagyon szépen összerakták, megnyerték a pisztolykört, és utána a fegyveres kört is rögtön, de utána tudtunk elég bombát tenni ahhoz, hogy az ötödik körre megint fegyveres setupot mutassunk, és nagyon úgy néz ki, hogy eddig Koldi, illetve Mati párharcává növi ki magát a Fruits Team Spirit mérkőzés, hiszen Mati 10 freggel a második helyezett előtt a csapatból, Koldi pedig most már 6 így hogy Davkosz tudott fregelni, ugye előtte 7 volt, tehát bőven elhúznak a csapattársaktól Mati, és Koldi folyamatosan fregelnek, Nézek most is ők azok, akik palombra ölik az embereket, és amelyikük előbb elhullik, annak a csapata bizony nagy bajban van. Az előző kört is meg tudtuk nyerni, hiszen Koldi volt az első ember, aki meghalt. Nézzük, Koldi ebben a körben is három embernél jár, és meg lehet neki a negyedik is, eszméletlen, amit játszik. 22-be lövi magát, míg utána Davkoz csak 12-vel érkezik. Mati pedig időközben most már 11-es különbséget tudhat magáénak. Hát kettőjük kis mini párharca ez a mérkőzés. Reméljük, hogy a Mati on fire megmarad a továbbiakban is, bár ezt a kört most elvesztette a Fruits. Van pénzünk egy Force-ra, csak ugyancsak az autó, pisztoly, de egy esetleges ellőtt fegyver, vagy egy társaktól elhullajtott AK az egy egyes csere után még hozhatja neki a következő nagykaliberes fegyvert. És agresszíven próbálunk most úgy néz ki egy kerítős átcsinálni, hiszen ketten érkeznek majd patkányból, ketten várakoznak közön, hogy midre kironcsanak, náluk van a bomba is, illetve ti rámpán az utolsó emberünk. És 5v3-ban, hogyha be tudnánk támadni at, ami eddig nem mutatott túl sok sikert, hogyha ára támadtunk, most meg lehetne a 12. körünk is. De lehetőségünk adott, hiszen egész jól állunk, bárkótnak az egy cz je azt nem sok vizet zavar, és nézd meg Dafkoszt mit hibázik, nem számított arra, hogy már fenn vannak jungle a srácok, Kolor ki tudta őt entrizni, ember előnyben támadhatjuk át, és ugye ki is esett egy védő, kibáken jól jön meg kötőből, ne Matit ne találd meg a smokeba. jól van Mati, nagyon jól helyezkedett, Kibáken el tudta lőni, viszont Kolor, ahogy őrá sem számítottak, ő sem számított CT-re, ne hújjunk el srácok, Mati nem tudta hátba lőni. De előtte a fireboxot, így alakult ki az 1v1, na ez lesz az így igazán izgalmas. Neire kijön egy molotov, és NEJÉG, DE ne, ANNYIRA JÓ A SPRAY ESTE, JÓÉG! NEJ, el-spray-jeli dimát, és utána elég a tűzved abban a pillanatban, hát így kell ezt csinálni. Hát hogyha ez megtörtént volna major ezért elmerem képzelni, hogy graffiti kapna. Hát mennyire szép volt. <laughs> gyönyörű mozdulat volt, és hihetetlenül szerencsés is, azért lássuk be, hiszen a másodperc tört része alatt kellett ugye belőni, hiszen ott téget már a molóban nej. De ha csak egy századdal is, de jobban jött ki, és ezzel ekkora kényszerítjük a Team Spiritet, sajnos Davkoszt lő egy freget a Desert Eagle-lel, de egyenlítjük a létszámot Bárkó révén. Bebújunk ide az ő helyére, és amikor lekerül a bomba, már kettős emberelőnybe vagyunk. Davkoszt az utolsó, akit nej. A második fregjével elő, és ezzel háromkörös előny a Fruitsnál, valamint a hajrára fordulva a lélektani előny is, hiszen háromkörös előny. És nagyon közeledünk a meccs végkifejletéhez, amikor a Team Spiritnek már forszolnia kell, nem tudnak ugye még egyet ekózni. Nincs is feltétlenül rá szükség, hiszen a kiskevók teljesen mindegy, hogy az van rajtuk, vagy nagy kevlár, az AK úgyis egy golyóból fejes toszt. Az a két famasz pedig még bőven korrigálható. Főleg úgy, hogyha Megint beindulnak azok az M4-esek, és a famaszok egyenlőre kimaradnak a küzdelmekből. Az alkák fölénye tehát nem jön ki egyenlőre. Gránátokkal azonban kizárjuk a védekező CT-ket, és Mati letetni a bombát, de egyenlőre csak fékeli és pozíciót vált. Nem sikerül smokon keresztül ellőniük. Jól sülnek a gránátok, de kezdenek fogyni, hátba lő minket, kibákken két embert is el tud lőni azzal a famaszszal. Hát, hogyha meglepetésből érkezik, akkor teljesen jó az a fegyver is. Fel fogják szedni valószínűleg a bombát. Várkód azonban egy fejest el náj, tud lőni. Aj, ez most nagyon kár. Nézd meg, 8 és 27 HP. 8 és 27 Várkódnak HP, HP megint. Elé volt tálalva a bomba. Megint mindenki nullos, Dafkos 27, Dima 8. És mégis, mégis, mégis megcsinálják. Szegény barkodot ki tudták lőni rámpáról. Hát, Mindegy, még mindig két körös előnyben vagyunk, és igazából meg tudnánk venni, de inkább nem veszük meg, inkább közelebb engedjük a Team Spiritet, hogy egy teljes szettes, full szettes, full vásárlós, fantasztikus kört tudjunk majd játszani. Jó, ez 1 tech 9, 4 p 2, 53, Kevlar, 5 flash, meg egy player, meg még egy bomba is van, úgyhogy fantasztikus ez a kör. Nézzük, hogy a 25. fordulóban mit tudnak csinálni. Békör lesz, ez egyértelmű. Sajnos Matik is hullik, mielőtt még egy töltényt kilőne. Kolor levár, bárkod levár, Softik nem fog közelebb menni. Ha ránéznek, ő fregelni fog. Koldi, hát nem is tudom, mire számít. Jöhetne a sült galamb, de nem jön Softik vissza kell, hogy húzódjon, hiszen szóval jó volt rá flash, érkeznek ki a srácok házba, viszont nem nagyon tudnak fregelni, egy embert előnek rövidről, viszont mindenki nullos. Julik Softiknak bárkód. Ne, Flash viszont nagyon jól, tek 9-zel, gyorsan vége Softikkal, ki kéne lőni most még innen házból. Egy ember megvan ott, lehet a második hátval lábon egészen pontosan. Dafkos viszont látta, hogy Flash vérzett 9 CZ-vel, ellövi 13-12, három fegyvert elvettünk, amúgy egész eh, Egész jó és egész eredményes körnek mondható ez. Így a 26. törre fordulva viszont teljes szettünk van újra, kolor. Nagy Nagykevó AVP, többiek Kala. Teljesen jó a vásárlásunk, túloldalon is természetesen most már full setek vannak. Nézzük, hogy a közfoglalás mennyire lesz jó. Rövid ott van a smoke, és most a Team Spirit is bevállalja ezt az agresszív push amiből sajnos jobban jön neki. Mati egyetlen fregetlő, négyen halunk meg, Ney marad egyedül, négy ellen. Ez veszett fejsze. Hát sajnos a Team Spirit megcsinálja ugyanazt, amit mi, csak sokkal effektívebben. Míg mi két embert tudtunk elvinni, és buktuk a körtük, négy embert visztek el, és több, mint valószínű, hogy meg fogják nyerni. Mindegy, ettől függetlenül még azért nej, itt uh, beleköphet a levesbe. Ah. Sajnos nem fog. Dima számít rá, elfejeli, elveszi az ak is, teljesen az a szegényt, megalázza a holtestét. Hát beszéltük, 13. hogy dupla vagy semmi, beszéltük, hogy dupla vagy semmi hiszen hogyha bukta volna a kört a Team Spirit, akkor elképzelhető, hogy ekozniuk kell, és 14-12-nél akkor el kellett volna engedniük három meccspontra a Fruitsot, így azonban azt kockáztatták, hogyha nyernek, akkor viszont átvetik a vezetést, és a dupla vagy semmi sajnos most az orosz csapatnak jobban sült. A Fruits is kijöhetett volna belőle jobban, hiszen ha villámgyors két nyitót szereznek, és megvan a mit kontroll ráadásul a kettős ember előny, akkor egy könnyű kör lehetett volna az előző. De így a meglepetés ereje sajnos az oroszoknak dolgozott. Most pedig kevlárok nélkül egyedül koloraz, aki a P250 mellé vett egy kis kevót. De elsőként hullik el Koldi M4-ese révén. Bárkód viszonozni tudja a kölcsön, de hát nem lehetnek vérmes reményeink a kört tekintve. C4-es most már a helyén és lekerül. Dima azonban lövi a falat, lövi a falat és vajon számít rá, hogy itt lesz flash? Jó Mennyire jó poziban van flash hogy ennyire türelmes volt, és igaz, hogy csak egy frag, de az is a frag. a bomba, 3v3. Időt kéne húznunk, srácok, de hát átbarkód. Azért egy fraget beszúrt, hoppá, egy v1. Kibaken nagy kevlar, Mati M4 kevó nélkül, hát igen, ez... Ez egy lejátszott kör volt. A Kibaken az előzőbe is lőtt egy hármast, és most is megteszi azt a szívességet a Team Spiritnek, hogy egy triplával segíti őket. gyönyörű egyéni teljesítmény volt tőle, mind a midrásnál, mind pedig ennél a visszafoglalásnál, de azért megkeserítettük az életüket ahhoz, hogy az újra vásárlás során néz meg, szinte nullázza magát a csapat, Dafkoszt és Koldi marad egyedül értékelhető pénzmennyiségen 2000 fölött, a többiek 1500, illetve 1000 alatt, úgyhogy egy nagyon fontos 28. kör következik, hiszen ha ezt lehozzuk, akkor azzal ekóra tudjuk kényszeríteni az ellenfelet, és nekünk lehet először map a Team Spirit pálya választásán. Dafkoszt jól vált pozíciót, és kijön moziból. Nagyon jól falon keresztül azonban kapta az áldást, és bár nem halt meg, 25 HP-ra lement. nézzük, ne! Ó, oh, belelőtt a falba, és Kibakent is el tudja lőni 27 HP-ra. A két ávédő nullos. 25, illetve 27 HP, és ennek elnére visszafordulunk bére. Úgy csakoznak a srácok, hogy vissza fognak zárni ára. A, a B védők, és egy ember tekintetében jól is sejtik ezt. Flash megpróbált a smoke előtt még kijönni, de bárkod meglőtte azt a nagyon fontos nyitót. Fönt van B-házban, Dafkoszt az AVP-vel. Szotfi elhullik. Nézzük, hogy Dafkoszt elég a grán, nagyon szép a robbanó gránát kiviszi, nem is elégett, hanem Color hegránátja vitte ki. Hát ő Cobblestone-on mutatott már egy hasonlót, és három teljes ap rendelkező terror ellen jön Koldi és 7 HP-val kimenti. Mindegy, hogy csak egy M4-es van nála, a mentésre szavaz, és ezzel bekövetkezik az, amiről beszéltünk, 14-14, és ekóra, de legalábbis forcra kényszerítjük az ellenfelet, amivel nekünk lehet először mappontunk. Hát mikor, ha nem most érkezik egy nyert kör a Fruits-tól, négy vesztett kör után Zsinórban, a legjobbkor ragadja magához a kezdeményezést a Fruits, és nézzük meg, nagyon fontos volt, egy ember élte túl, jó, ott négy, de előtte is kettő, illetve kettő, tehát szépen csipegettük az embereket, akár forszos, akár teljes fegyveres setupban is, és nézzük rá, vásárolnak-e, nagyon úgy tűnik, hogy... Igen, nagyon úgy tűnik, hogy nem az utolsó körre tartogat a Team Spirit, hanem már most szeretnék ők megszerezni az első mappontot a két csapat közül. Mindenki nullára vásárolja magát, 50 dolláron négyen, Dafkos pedig nullán. Hát ha nyeri ezt a kört a Fruits, akkor tulajdonképpen az egész map megvan. Aj, legyen igazad. Nagyon jól felvezette, csak sikerüljön megvalósítani. Menjünk benne. Hát igen, ezt így kell csinálni. kolor dupla. Pirit hiába fregel. Softik, Dima. Jó, a molotov, mati, haha, szoftik, teljesen vak volt, erről van szó. Matikám, így van! Így kell csinálni, color dupla, mati dupla, ne is beszúrt egyet. És Át, nézd a pénzeket, van. és nézd a pénzeket, egy freget lőttek. Egy freget lőttek, úgyhogy ennek köszönhetően Dima az, nem, Koldi, ugye, nagy kevlárt is tud magának venni. Ennyi, a többiek kis pisztolyok és egy pár gránát elvétel, még diffuse kit sincs. Tehát nem, ha eljutunk, tehát ha eljutunk... Ajaj, ajaj. Azt akartam mondani, hogy ha eljutunk plant szituációjuk, akkor ez még számíthat, de jussunk el odáig, jussunk el odáig. Egyenlőre a kerítős A nem nagyon működött, a rámpáról kilőtték kolort kezében az AVP-vel. Felség egy kicsit hátrébb is vesznek a tempóból, egy kicsit visszahúzódnak és próbálnak levárni, de hát értem szeren kolor fegyverért senki nem fog oda menni, hiszen biztosak benne, hogy az avp nem jár egyedül. Ott van mellette Mati, aki látható, próbálja is letartani rámpát, pont az említett push miatt. Koldi azonban kinéz megint a fegyverével, bárkodnak sikerül meglőnie az entrit, és ne folytatja, Dima azonban egyenlíti a létszámot, fegyvert mindig nem szereztek, de ezek az egygolyósok ne süljenek, gránátozzuk ki onnan, davkoztott. így van, teljesen vak és ezáltal ki tudunk jönni, nem sikerül az egy hp is ellőniük, pedig ugye nála van a bomba, nagyon szorongatott helyzetben, de sikerül leplantolni a C4-est. Jönnek a gránátok, Dima kezébe most már ott az AK, úgyhogy a Kevlarral együtt ez még akár gond is lehet, de Dafkoszt elő egy emberünket, bárkód egy hp is tud fregelni, Dima fel fog jönni lépcsőn, de Szot Szotfik hátba lövi, megvan Mati pozíciója, mind a ketten 0 HP-sok, de Mati kilövi az utolsó golyót! És Mati 34-ben lövi magát, az utolsó körben is duplázik, az utolsó előttiben is nála volt egy dupla, és ezzel megvan az első map, elvesszük az ellenfél pályáját, Matt. Ha, hát, hogy te az első fél időben én most izzadtam le, és most öregedtem meg, és most őszültem meg, egyszerre. Nem baj, hát legalább a barátnőnek jobban fogok tetszeni. <laughs> hát ez egy nagyon kemény meccs volt, és egy nagyon szoros utolsó kör.